Sziasztok! Fél kilenc van a következő nap, úgyhogy viszonylag korán kijöttem most, hogy még ne legyen az a nagy meleg. Most jelenleg ilyen, nem tudom, 12-13 fok van, de dolgozni, tehát így tökéletes. Azért egy sapkát is fölvettem, hogy ne égjen le a fejem. És akkor a munka az így a következő lesz, hogy nem tudom, hogy mennyire látjátok, hogy elég sok ilyen fűmaradvány maradt itt a tegnapi szántás után, úgyhogy most mindenféleképpen ezt fogom lerendezni. Hát ugye jelen esetben csak egy gerebjén van, és a gerebjével fogom ezt megoldani, aztán hát meglátjuk, hogy mire jutok, meg mennyit tudok most így délelőtt megcsinálni. Nem lesz szerintem ez egy nagyon hosszú videó. Most, tehát ez lesz ugye ez a bevezető rész, és utána pedig egy eredményt fogok megmutatni. Hát állványt most nem hoztam, most inkább a munkára koncentrálok, úgyhogy mutatom az eredményt, hogyha végeztem. Na, így néz ez ki. Nagyon jó egyébként, kicsit így beszáradt, úgyhogy reméljük, hogy könnyebb lesz a dolog. Hát ilyen mély egyébként. Tehát itt van a kezem, úgyhogy egy jó ilyen 15-20 centi biztos. Úgyhogy ez tökéletes. Na, haladok akkor. Na, hát pihenésképpen csinálok egy felvételt, ugye az a történet, hogy innen elkezdtem húzni a gerebjével, és ahogy látszik, ide a oldalába nyomtam be a fűet, mindjárt megmutatom majd a túloldalon, hogy mennyi van, illetve a különbséget. Hát rengeteg gyökeret kiszedtem, tehát a fűnek a gyökerét, tehát itt látszik ezek a mostani dolgok, amik benne voltak a földbe. És hát ugye itt ezt a részt már megcsináltam odáig. Itt látszik, ugye majd mindjárt átmegyek a túloldalról, hogy ott sötétebb. Hát itt is tele van gyakorlatilag végig fűvel, meg ilyen fű nyesedékkel. Egyelőre, hogy tudjunk is valamit ültetni, úgy gondolom, hogy ezt így kell megoldani. Hát ugye belül most minél kevesebbet próbálok járkálni, és hát látjátok, tehát itt van a különbség, tehát ilyen maga a történet, tehát rengeteg fű gyökér van benne, viszont hogyha elmegyünk a túloldalra, tehát itt is ugye rengeteg van, meg mit tudom én, vannak itt ilyen kövek, ezeket a nagy köveket oda bedobáljuk az árokba folyamatosan, tehát arra nagyon ugye nincsen szükség, és itt látszik a nagy különbség, hogy ez itt most frissen lett megcsinálva, tehát ez ilyen, viszont ahol nincs megcsinálva, ott ne, talán nem is az a baj, hogy a fű, hanem ott van például az a gyökér. Tehát és az ugye elméletileg, hogyha föld alatt van, akkor kihajt, mondjuk így nem, csak tehát nehéz vele dolgozni, úgyhogy ezeket mindenféleképpen elveszem. Mert itt még van egy, ebből a kis részbe, az utolsó részbe elég durván nagy mennyiségű, hát hogyha majd végeztem, akkor csinálok egy képet, hogy hogy néz ki, hát és ugye annyi, hogy itt a túloldalon, ugye itt is végig itt vannak ezek a, hát ez főleg ilyen gyökér egyébként, mert tehát ugye látszik, hogy a gerebjével, ahogy húzom, hát jelenleg ugye ez a kétszer szám van,
egy ilyen pici gerebje, ugye, meg egy ilyen valamiféle ásó. De azzal jelölöm úgy nagyjából a közepét, hogy mindig most innen, ugye ezt a kis részt idáig megcsinálom, és akkor, tehát ez a rész még így négyre lesz osztva, és akkor úgy tudok végig menni. Úgyhogy, de hát itt ez a rész, ez itt elég jó. Úgyhogy majd az Ágival szépen megtervezzük, hogy mi legyen, na hogy a jobb a nap? Ja, így a jobb a nap, mert arra süt, tehát vagy onnan süt, szemből, tehát az Ágival majd szépen ezt megtervezzük, így jól látszik, hogy ez így gyakorlatilag ugye hogyan legyen, ugye felosztva, meg hogy miket ültetünk bele, meg stb. De hát itt most megint beszéltem egy öreggel, egy másikkal, és ő is azt mondta, hogy várni kell még egy hetet, de hát addig itt még lehet tisztogatni, meg lehet mindent csinálni. Hát az Ági még azt kérte, ugye, majd ez is meg lesz oldva. Azt beszéltük, hogy majd, ha itt lesz, hogy itt normálisan ki lehessen nyitni az ajtót, tehát azt a kis sávot ott majd kikapálom. Aztán ennyi lesz, úgyhogy a gyerekek, kurva jó haladunk, már bocsa csúnya beszédér, és akkor hát itt ugye ezzel kész vagyok szerintem, hogy hát még egy fél-háromnegyed órát itt elszórakozok ezzel, és akkor ennyi. Majd megmutatom azért még gyorsba, hogy a végeredményt csinálunk egy kört, és akkor utána napközben meg itt fog dolgozni a természet, meg a hű. Na jó, megyek vissza dolgozni. Na gyerekek, idáig jutottam most, mutatom a történetet, tehát Premier Plánba így néz ki. Elég meleg van, tehát így izzasztó így a történet, úgyhogy most ebben a pillanatban arra jutottam, hogy hát egy körülbelül négyszer így átmentem rajta a gereblével, és a rengeteg cuccokat, ugye, csak hogy engem is lássatok már, tehát a rengeteg cuccokat, ugye, kihúztam így a oldalra, hát nyilvánvaló, tehát van benne, ugye, mindenféle még, tehát meg főleg elég sok kő is van benne, de tehát mindegy, ezzel dolgozunk, ami van. Teljesen jó lesz egyébként, úgyhogy hát most ma elég meleg lesz, úgyhogy ha kijövök, akkor is így szerintem este hét fele jövök ki, és lehet, hogy még egy kört megcsinálok, de mindegy, tehát ezt a videót most ugye gyakorlatilag föl fogom tölteni, most, amikor hazamegyek, tehát ilyen, nem tudom, ilyen 2-3 fele már mindenféleképpen látható lesz. Úgyhogy, hát itt még van nekünk egy kis parlagon maradt terület, egyelőre ide csak az ilyen nagyobb köveket, fákat, meg ilyeneket dobáltam, meg a múltkori videóban mutattam már a komposztot, hogy hogy néz ki. Hát a komposzt, hát szóval kihoztam egyszer egy pár deka cuccot, meg ugye itt van a csalán, ennek is a tetejét majd le fogok vágni egy-két adag tának, ugye ezt is mondtam a videóban, és hát a többi meg valószínűleg le lesz csapva, ugye el lesz fektetve, aztán az jó kis trágya a következő évre. Na, majdnem elestem. Na, úgyhogy hát gyerekek, így néz ki ez a mai történet. Nagyon szépen köszönöm, bocs, hogy itt rángatom a kamerát, csak mindegy, ez ilyen. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ez jelenleg ez a történet így néz ki, és akkor hát természetesen a Ági főnök asszonnyal fogjuk megbeszélni a továbbiakat, ugye megtervezni, hogy hol vetünk, mit vetünk, mennyit vetünk, milyenek lesznek a ugye gyakorlatilag ezek a mini ágyások benne, úgyhogy az is egy jó kis
munka lesz, de hát az a jövő év folyamata annak a előkészítése. Hát addig én még itt próbálom ugye nyilván simogatni a telket, tehát amikor van időm, akkor kijövök, és hát csinálom, hogy minél jobb legyen, minél tisztább legyen, minél könnyebb legyen benne dolgozni. Csak hát nem tudom, mert ugye, hogyha járkálok benne, az sem biztos, hogy jó, mert ugye taposom lefele a földet. Na, lényeg az az, hogy most a természet dolgozik, mondom még egyszer, és azt is köszi még egyszer, hogy megnéztétek a videót. Bármilyen segítséget, ötletet elfogadunk, hogy minél több információnk legyen, mert hát ugye kezdők vagyunk. Mármint hát így ilyen szinten ekkora területben mindenképp. Hát az Ági is ugye dolgozott már, tehát lakott ő családi házban, és 7 évig volt neki valamekkora kertje. Én meg ugye dolgoztam 2 évet itt a franciáknál ilyen kertészetben. De hát ugye ez más dolog, mert itt magunknak termeljük, meg magunknak csináljuk a dolgokat. Na, tényleg itt a vége, megyek haza, csinálom az ebédet, töltöm fel a videót, stb. Hello, hello, sziasztok, ciao, találkozunk egy következőben.